A Vadgesztenye cukrászdában népszerű lett az új pesztelet, viszik mint a cukrot. Ezúttal a sütemény kitalálójának unokájával kóstoltuk meg az édességet, és nosztalgiáztunk is egy kicsit. Még egy kávét kérhetek? Hogyne. Annyian nosztalgiáznak, annyira hozzák a gyerekeket, hogy megismertessék velük ezeket az ízeket, hogy nagyon rengetegen voltak. Nagyon boldog vagyok. Sartoris Gábor is nosztalgiázni ment a Vadgesztenye cukrászdába. Az ő nagymamája találta fel ugyanis az újra népszerű finomságot, az új pesztszeletet. A nagymamám, akit minek Babi nénnek hívott, Újpesten volt cukrász, és én gyerekkoromban suli után állandóan bejártam hozzá a cukrászdába, hátsó utca haverokkal, és hát állandóan ezt a újpesztszeletet, gépi fagyit, különböző üdítőket ittunk, és ez volt a nagy program. Mindenkinek, osztálytársaim, haverok, mindenki ki volt a kiválasztott, aki aznap be tudott jönni velem. Hátul mentünk, és nagymám azonnal kitette nekünk a szokásos újpesztszeletet. Persze kiváltságos helyzet, ha valakinek cukrász a nagymamája. Főleg, ha a nagyi az unokákon teszteli a kitalált krémes finomságokat. Átjártunk hozzá ugye ünnepeken, karácsony, húsvét, nagymamámhoz szüleimmel, és mindig csinált valami süteményt. És ez ragadt meg bennem, tehát ez a új pesztelet, ezt csinálta otthon, akkor nem volt még neve, csak csinált egy ilyen krémes sütit, amit nagyon szerettünk. A hugommal ketten vagyunk testvérek, és ünnepek alatt mi tesztelgettük a szüleimmel a sütiket, és ez valahogy nagyon megmaradt, és ezt mindenkinek tetszett. Babi néni persze nem csak cukrás sütiket csinált, hanem befőtteket, lekvárokat tett el, vagy pudingot főzött a családnak. Nagyon szerette Újpestet, bár azt nem mondhatjuk, hogy ki sem mozdult onnan. Állandóan utaztak, tehát ők nagyon szerettek utazni, nagypapám pedig fotózott, és hát azért rengeteg ilyen régi fekete-fehér fotó maradt fönt nagymamámról és a környékről, amit majd én egyébként mai napig ott lakom az ő házában Újpesten, ahol ő leélte az életét. Gábor a cukrászmesterséget ugyan nem vitte tovább, de az édességek szeretetét örökölte a nagymamától. Televíziózással foglalkozó sportközvetítéseket csinálunk, és ott egy lassító berendezést kezelek. De térjünk vissza magára a sütire, amit persze meg is kóstolt az unoka, ha már a Vadgesztenyében járt. Régen nem ettem már, mostanában ettem megint a napokba, és minden előjött. Már ő is három gyermek büszke édesapja, akik szintén nagy rajongói az újpesti finomságnak. Kóstolták természetesen. Először aposom volt itt, és ő hozott nekünk ebédre, és akkor mindannyian megkóstoltuk. Az volt az első mostanában. Hát falták ők is, tehát elfogyott. Elfogyott rendesen. Egyébként is jó étvágyuk van, de sütiből meg aztán amennyit akarnak, amennyit tudnak. Gábor nagyon örül neki, hogy kedves süteménye reneszánszát éli. Annak meg különösen, hogy az új pesztszelet népszerűsége gyerekeket segít. Ez haba tortán, úgy is mondhatnám. Igen, nagyon örültem neki, hogy ebben bármilyen segítséget is kaphatnak, mert szerintem most elég sokan vannak nehéz helyzetben, és ez egy plusz dolog, ami szerintem nagyon csodálatos. És fogy is rendesen, és örülök neki, mert tehát a nagymamámnak is a személyéhez kötődik Zsuzsika néni által ez a Vadgesztenye cukrászda, és ez nagyon örülök, hogy itt van, itt lehet ezt az új pesztszeletet, és ebben tudtunk segíteni. Átvitt értelemben. Gyakran hozta a Vadgesztenye cukrászdába nagymamáját, aki a sütemény mellett csevegett jó barátnőjével, Zsuzsika nénivel. Nem volt olyan névnap, születésnap, nem volt olyan egy nyár, tavasz, tél, hogy én karácsonykor ne menjek, ő jöjjön hozzám, ne jöjjön, ne köszöntsön föl, soha. Soha, ez annyira mély barátság volt. Jó volt vele, és nagyon sokat tanultam tőlem, emberileg is, szakmailag is. Aranyos volt nagyon. Babi néni 2009-ben, 83 éves korában hunyt el, de receptjével továbbra is örömet okoz az újpestieknek.